Na, sziasztok, szép estét, majd mindjárt jövök, rendben. Úgyhogy, hevettök! Kuk! Édesanyám, kuk, kuk, kuk! Megcsinálom a királynői fotelemet. Remélem, hogy mindenki jól van. Mindjárt jövök, rendben, addig gyülekezzetek, gyerünk, 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 rendben. Sziasztok, édeseim, drágáim, hogy vagytok? Pillanat azonnal, jövök. Boldog, vidám percek, ugye, velem, igen, Hawaii DJ, Hawaii DJ, I love you, baby, just so much you love. Boldog percek, persze, természetesen. Kivel is másszal? A királynőtökkel. Na. Már is itt vagyok, rohantam, szaladtam. Csak gondoltam, hogy addig van időtök így gyülekezni. Sziasztok! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt szeretném mondani, hogy nagyon sok volt a jelölés, én most fejlő visszajelöltem egy pár embert, de tudjátok meg, hogy mit kaptam. Először nem tudom, mit írt, aztán majd utána visszavont, hogy jaj, bocsánat, 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 bűvésznő. Na, mit szóltok a 5000 forintos póthajamhoz, vagy 3000 fogalmat, és mennyi lettem a búcsúba? Persze, mulatunk. Minden rendben van. Úgyhogy a barátomtól megörököltem a szemüvegét, véletlenül a táskámba maradt. Azt mondta, használja. Tehát ez most olyan nézés, hogy itt van. Amúgy mindent tudtunk kommunikálni, megbeszélni a dolgokat. Tele volt sérelemmel. Nem tudom, mi történt vele. Azt mondta, hogy én még a nyáron dobtam egyszer. Mondtam neki, hogy csak hülyeség volt, drágám. Bepipultam, azt valamit mondtam. Ennyi. De amúgy kibekültünk, hogy ez soha semmi baj nincs. Úgyhogy nem tudta elcsábítani az a boszorka. Igen. Legalábbis talán egy alkalomra vagy kettőre. Nem tudom pontosan, na mindegy, ne törődjünk vele. Kezdjük a bulit, ki mit kér. Van olyan, hogy mulatós kértél, ugye? Ja, hogy te érted, Barbikám, hát soha nem szabad így megnyilvánulni senki felé. Nem jó dolog, hogyha lelkedbe ilyen dühöngnek, mert hogyha még valamit csináltam volna a te életedbe, rosszat, akkor azt mondom, hogy jól van, megérdemeltem, na persze, hát hogy ne. De ha én nem érdemlem meg, akkor nem érdemlem meg. Ha megérdemlem, akkor elfogadom, igen, sőt. Igen. Na, leutánozzuk Varga Irint, hiszen én annyira irigy vagyok rá, hogy ez borzasztó. Igen. Amúgy azóta sikeres, azóta sztárolódott annyira, ugye, amióta én dühöngtem.
és észrevettem egy Mateszop szoldát, hogy ott van, mint Szanax együttes Sárkány Éva, én jó magam, és Varga Irén ott a jobb oldalamon rityogott, meg a bal oldalamon, meg Sárkány Éva, se tudom kicsoda. Jó lenne egyszer már tényleg találkozni vele. Mármint, hogy így, hogy berohanna ide az élő live-omba, aztán elkezdeni énekelni valamelyik neoton dalt. Igen. Rendben van. A jó barátság mindig úgy kezdődik, hogy jól összeszítjuk egymást, majd utána egy életen tartó barátság szövődik, mert nekem mindig ilyen volt az olyan jó baráti kapcsolatom, hogy először nem voltam szimpatikus, majd aztán szimpatikus lettem. Hát ne nagyon emlegessen engemet, az a Szörnyella de Fresz. Na hát, jól van, na, úgyhogy semmi gond. Én 3 évvel ezelőtt, ugye, én már régen túlestem ezen, hogy Facebook sztárság, meg sztár. Hát hiszen van mire sztárnak lennem. Hiszen volt nekem egy 4 éves mulatosom, ugye, Pévilettának hívnak. És tényleg arról van szó, hogy azért csak benne voltam a fókuszban, 150 ezer újságban. Igaz, hogy a mercsőjék megcsinálták a nagy bajt, összeszedték a csibészeket, és elkezdték applikálni a régi dolgaimat, illetve összevágni, kidobni a YouTube felé, és nem is azokkal a szövegekkel, amiket én mondtam. Nem bizony. Most látom, hogy egy nagyon kedves férfivel, tehát live-ol, és hulla feketére szoláriumozta le az arcát, már most úgy néz ki tényleg, mint egy mesztit. Jól néznek ki, ugye együtt, de itt Varga Irénkének szerintem itt van vége. Mert Varga Irénke úgy volt jó egyedül, ahogy volt. Szerintem. Ugye sajnálta a nép, kimentek, fotó, minden, ezt kell szórakozni, de most már nincs ilyen tilos gyülekezetet tartani, illetve neki oda járkálni, óbégatni. A maszkot azt viszont nagyon keményen legyetek tudomásul, hogy kell. Az idei influenza oltóanyag az érkezik folyamatosan. Kisgyermekek részére meg lehet rendelni, és ti is vegyetek fel. Én is felvettem, bár kicsit ugye azt szeretném mondani, ugye, mivel hogy egy vírus dobnak belénk egy ellenanyagot, így ezáltal volt olyan, hogy egy kicsikét hőhullámon volt, majd utána fáradtság, és utána egy hatalmas erő másnap. Vagy pedig attól a tudattól, hogy azt hittem, hogy valami bajom lesz, de nem lesz. Tehát be tudjuk szugerálni magunknak a rosszat. Vegyétek fel, nyugodjatok meg, senkinek semmi baja nem lesz, hogyha allergiás vagy rá, csak talán akkor lehet valami baj. De inkább az legyen, mint hogy itt megbetegedjetek, mert hiszen szerintem a Covid-tól is beléd olyan 80% is biztos vagyok benne. Mert hogyha mit tudom én, elkapod az idei influenzát, lehet, hogy azt hiszik, hogy Covid, akkor mennek, vizsgálódnak. Ugye nagyon kellemetlen a vizsgálódásos dolog, a kórházba nem tudsz kerülni, mert nagyon sok a beteg. És azt szeretném mondani, hogy tényleg az életünket mentsük, hogyha tudjuk, jó van. Tehát akkor vegyétek fel ezeket az oltásokat, hogy mai napon ezt én így szeretném így nektek így elmondani. Mert hiszen nem csak magammal törődöm, hanem veletek is, a gyerekeimmel, a családtagjaimmal és minden, és nagyon jól vagyunk. Anyuka is megkapta, édesanyám jól van. Neki semmilyen tünete nem volt, hanem egy ilyen erőt kapott tőle. Igen. Ja. Na, akkor 2 dalt írtál az oldaladra. Igen, az oldaladra. Igen. Nagyon kedves vagy, de azért ne haragudjál, Mateszosz Peti. Te ne vénezél egy 65 körüli hölgyet, vagy 50 éven felettit. Azért még mi fiatalok vagyunk. Attól függetlenül szép estét kívánok. Mondjuk én pont 20 éve özvegyültem meg, mert a második házasságom az olyan volt, hogy csak ilyen... Na. Az olyan volt, hogy ápoltam az illetőt, és stb. És ugye így össze kellett házasodnunk, hogy ilyen dolgok legyenek.
hiszen fizetés is kaptam érte, és mit tudom én, na. Végig csak mellettünk volt egy darabig, aztán ő is elhunyt. Azért ne haragudjatok, én nem éltem szinte az életembe, olyan értelemben még tinikort sem, meg semmit, és az, hogy én nekem még nem öregedett meg a lelkem, úgy látszik, hogy én olyan vagyok, mint Mari Zsuzsi volt. Csak egy kicsit, ő sokkal nagyobb énekes volt, mint én. Mert hiszen ő az egész életét arra fektette be, és Isten nyugtassa őt szeretettel és békében. És üdvözlöm a tisztelt családját. Na, ő sem érezte magát idősnek. Madonna sem érzi magát idősnek, pedig Madonna tőlem idősebb. És mégis ott van toppon, táncol, énekel, lenne, hogy mellett taszítsatok engem a életről. Ez ebben a korban. Ebben a korban még egy nő az nő. Sőt, 70 évesen is, 80 évesen is. Ja. Nem akkor számít itt a mai világban. Hanem az, hogy kinek milyen a lelke. Ki hogy él. Madonna leszek. Igen. Úgyhogy majd eltüntetem a ráncaimat valahogy, de azért ne haragudjatok, sok 40 éves nővel vertek szemén. Igen. Láttam arról a csajsziról azt a mesztelen fotót, hogy milyen akármilyen, de felülről ugye mesztelen, de hogyha én ezt megmutatnám nektek, ez gyönyörűséges. Olyan, mint egy ma született bárányi 20 éves nőnek nincs ilyen szép, mint amilyen nekem van, és igen, én egy kemény húsú hölgy vagyok. Igaz, hogy most a kilóimmal kell, hogy szenvedjek, mert volt egy műtétem, ami miatt meghisztam a barátom tömött. Azt mondta, hogy az a riba jó, akit tömnek. Nagyon finomakat főzött. És ugye tavasszal, amikor voltak ezek a dolgok, egész nyárig kihúzódva, nagyon finomakat főzött, és nekem az nagyon ízlett, és hát elkezdtem hízni. Igen. Megnyugodtam és hisztem. Ne arra kutyán, írd be azt a dal, de rögtön. Mi az, hogy vén pikács? Megsértöttem. Meg vagyok sértődve, vérnyúl. Meg. Na. Dehogy már engemet levélezni. Na, ezt akarom mondani, hogy ugye én 15 évesen megszültem. Az első gyerekemet felneveltem, pont 20 éves korára, illetve 10-valahány éves korára. Megkapta ugye a húgát rá 16 évre, 18, várjátok számra. 16 évre? Na mindegy, nem árulom el a kort. Akkor rájöttök, hogy... De tényleg tudjátok, hogy mennyi idős vagyok, na. Tehát kapott egy húgit. És utána meg azt a húgit kellett 18 éves korra még nevelnem, sőt, még mai napig is, de már most már párja van, úgyhogy nincs gond. Ott is van egy unokám. És már igen, és már idős unokám van, öregek. Egyik 25 éves, a másik pedig 20-at fogja most betölteni. Illetve betöltötte a 20-at. A tizedik volt 10. Na. De nem érzem magamat öregnek, úgyhogy kikérem magamnak. Én még nem éltem az életemet. Nem volt időm. Dolgozom kellett, tanulnom kellett, gyerekeket nevelnem. És a többi. Tehát hagyj éljen még egy kicsit az életemet. Ne vénezzétene engemet. Anya 84 éves, és még mindig nem vén. Egy nagyon gyönyörű hölgy. Na, megsértöttem, végül. Megsértöttem, na. Ne haragudj. Na, szóval, mulatos, kértetek. Mulatost? Hát én nem vagyok öreg, ne haragudjál, kikérem magamnak. Középkorban vagyok, és még hátra van még ennyi idő, mint amennyit megéltem. Ámen. Legyen úgy. Oké. Okay. Nem. Mindjárt fog jönni, csak még egy pillanatra bemegyek, mert anyukat volt valamiért. Pillanat. Hoppá. Törik össze itt minden. Ideges vagyok ettől a között. Vén. Nincs vén. Nincs. Idősebb van esetleg. Az idős kor az pedig 70 évtől felfele van, vagy 65, de még annyi még nem vagyok áll a jó Istennek, még van egy pár év hozzá. Na.
Jössz énekelni egyet, Anya? Valamit kombinálj. Igen, anyukám a múzsám amúgy, én ő mellette mindig jól érzem magamat. Ezt ki is hozta ez a bingi játék, és akarom nektek mondani, hogy a régi életemben pedig 1857-ben, hogy mi voltam? Boszorkány. Fekete hajjal, és nagyon hasonlít rám az a hölgy. Húha, úgyhogy vigyázzatok. Elboszorkány vagyok. Igen. Na vére nyúlnak, küldöm, és hát a tisztelet valakinek, aki azt mondta, hogy valami mulatosat nyomjunk lefele. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól, és lehet kérni tovább, hogy be is lehet jönni azért a live-omba énekelni nektek, hogyha szeretnétek. Nyomjátok meg a gombot, mert visszaigazolnak, és akkor már is itt vagytok, rendben van. Érezzük magunkat jól. A hang jó? Lehet hallani? Gazdát? Milyen gazdát? Hát én vagyok a főfőnök, ő nem mehet gazdát. Szepereg az eső, lefolyik az arcunkon, régi barátom, veletek vagyok, nem is olyan rég. Lefolyt az arcomon, ó, az a könyv, de sajnálom, már nagyon-nagyon rég. Jobb-rosszban együtt vagyunk, nem feledem el, barátok vagyunk. Fújjak a szélesett a hó, semmi nem választ el, de jó. A Covid beköszöntök, 20 órától ébredt fel, reggel 5-ig táncok jár velem. Kicsit hozzájövök a Covid-ra, hát nézzük a belakát. Csepereg az eső, mik lefolyt az arcomon, régi barátom, veletek vagyok, nem is olyan rég. Jóban-rosszban szerettük egymást, de bármi is legyen, veletek vagyok. Fújott a szél, esett az eső, szívünket még nem töri meg a jég, de levé. Csepereg az eső, itt lefolyt az arcomon, régi barátom, rólad álmodom, régi barátok, veletek vagyok. Már nagyon-nagyon rég jobb a rosszban, szerettük egymást, bánni legyen is, együtt van a sok barát. Esett az eső, fújott a szél, az évünket még nem tölte semmi szél. De egy szóval se bántsuk egymást, bármi legyen is, együtt van a jó barát, a sok barát, a jó barát. Kicsit
Kicsit eltéptem. Szia, Márk! Igen, ez nem, ez rózsafaszőke. Rózsafaszőke. Ja. Majd valamilyen szín találok magamnak. És adja a napi ritmust. Keresse a 20 darabos papszírozol tablettát 20% kedvezménnyel a belgyógyszertárakon vagy online. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg nézzek akkor még. Valamilyen dolgot. Hát gyerekek, tényleg van Áfészus, Bukos, Pikácsú. Néven ne hallgassatok arra, a zenén vagyok, bocsánat, de valaki úszíti elvelem a népséget. Keserű ízű ébredi, ideg az ágyom égőt is úgy van, hogy más öröm a ágy. Még keresi néha a két keze, a szerelem és a képzelet, ami bánt, szívem vissza ránt, legyen álmod szép, hitem úgysem tépi szét a távolság, de közben ránk talál, ha volna még, egy percem helyrehozni, ha volna még, egy végső vallomásról hírnék tart, hogy a szíved úgy szívembe mar, soha nem gyógyít meg már, soha nem. Valaki most a helyemben úgy ölem, mint én régen téged. Szívem úgy fáj, álmomban itt vagy mellettem. Keresem mindig a két kezed, úgy hiányzik, hogy nem vagy már. De ha volna még, percem helyre hozni. Ha volna még, egy végső vallomás, arról írnék dalt, hogy a szíved úgy szívembe mond, s nem gyógyít meg más, soha nem. Úgy érzem, hogy ez a Covid, és elválaszt tőlem, nem találkozhatunk, drága szerelmem. Csír a dal felé, úgy vágyom, teres belém. De ha volna még, egy percem helyre hozni, ha volna még, de volt már egy végső vallomás. Úgyhogy semmi baj, visszajött a barát. Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. És hát jön Pévélet a múltra, ugye a Lászlóit. Szeretek énekelni, nem azt mondom, hogy tudok, szeretem. Fogadjátok szeretettel. Hogy is kezdjem el, ami elmondhatatlan, hogy is mondjam el, amiért érdemes volt megszületettem, s meghalni sem nagyon nagy áldozat ma már, a szerelem. Érti meg. Egy fiú és egy lány, az első pillanatban játszanak csupán, az első csókban
vendégadány. A minden teremésző voltatatlan láng, és a szenvedély már feledném. Magányos éveke elvenni tőlem téged nem lehet. Arca közel, zene öreg, ha végre rám talál, egyszer egy álom, nem engedem, hogy köté váljon a szerelem. Nincs szó rá elég, négy gyönyörű szép mond, hogy meddig lesz enyém. Sivárgos életemre meddig tűz a fény, amiért érdemes volt megszületni tán. Nagyon nagy áldozat talán a szenvedély. Ó, a szenvedés szeszélyes álmom, nem engedem, hogy köté váljon az a szerelem. A szerelem, s a szenvedély. Nem. Soha sem mondt, hogy túl vagy már mindenem. Hát igen, ez jó, ez a dal. Megkeresem. Ez most nekem üzented, drágám, hogy szóval sem mond. Hát igen, van egy ilyen hangom is. Pont pillanat. Hogy bejön-e? Igen, itt van, megvan. Na, akkor szeretettel küldöm. Soha sem mond. Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenem. Mindig jön egy újabb csalódás én nekem, mindig van új és újabb, hát várd a csodát. De soha se mondd azt, hogy nincs tovább. Soha se mondd, hogy túl vagy már mindenem, és nem jöhet új. Az életben hirtelen soha sem mond, hogy vége, csak annyit mond, hogy megérte, aztán jöhet egy pont. Soha ne mondd azt, hogy nem vagy. Soha sem mondd, hogy vége, csak azt mondd, hogy ennyi megérte. Ha megérte, jöhetek pont, soha nem mondd, hogy túl vagy már mindenem. És az, hogy a Covid ne jöjjön többé, és menjen el. Mindig van újabb és újabb, hát várd a csodán.
De soha nem mond azt, hogy nincs tovább. Na, hogyha 20 óra van, igyekezzetek hazani buskáim. Ne késsen senki. Hát a Covid most támad. Tűnjön el a Covid. És pont. Tűnjön el a Covid. Ó, hát van. Ha megéltek, jöhet egy pont. És tűnjön el a Covid. Hát van. Soha sem mond, hogy túl vagy már mindenen. Soha sem mond, hogy tovább már nincs nekem. Mindig van újabb és újabb, hát várd a csodát. De soha sem mond, hogy nincs tovább. Soha sem mond, hogy vége, csak azt mond, hogy ez megérte. Na, egy kicsit én mindig átírom a dalokat most erre a Covid-ra. Igen. Igen. Lehetséges, igen. Így álltam. De nem hiszem. Nem hiszem. Hát nagy csalódás lenne. De aztán én ezen nem csodálkozom, mert... Miért lehet, szóval most, hogyha annak dolgoznak, annak dolgoznak. Nem érdekel, hogy ki kinek dolgozik. Tudom már, hogy ki a vörös papnő, és hát dolgoztassa őket, de semmit nem fognak elérni vele. Mert ugyanis én felvettem a harcot mindegyikkel, és a végén én győztem, és fogok is győzni. Mindegy, hogy mit kering itt a Facebookon, az a fontos, hogy akiket én szeretek, és az én tisztelt közönségem, és aki engem ismer, ezt úgysem hiszi el. Na. Figyelj, de vérnyúl, jöhetsz ide nyugodtan, de tudom, hogy te is, hogy ki vagy, és kinek dolgozol. És azt is tudom, hogy a vörös papnő kicsoda, tudom, hogy a Mateusz Peti kicsoda, úgyhogy én már mindent tudok, gyerekek. Csak az egy dolog, hogy nem törődöm vele. Úgy fogom fel vele, fel ezt a dolgot, hogy ugyanúgy tűntök el az életemből, mint a Covid vírus. Mert még azt is el fogom győzni. Ezt szeretném üzenni nektek, jó? Az én jó hangulatomat senki nem veheti el. Csak egy picit megringottam, és megingottam attól, ami sok-sok minden történt. Sok-sok olyan rossz dolog történt velem, szívfájdalmakkal tele, de tudom, hogy a vörös papnő szólnöki volt, és tudom, hogy szólnöki a másik, és a, ugye felvették a bajaiakkal a kapcsolatot, stb. Könnyű felrázgatni a gyerekeket, hogy csináljanak ilyen dolgokat. Vérenyúl, veled beszéltem, neked egy jó kellemes hangod van, bajai vagy, és akkor mi van? Volt már ilyen problémám a bajai gyerekekkel, amúgy mikor iskolában voltam, ilyen, hogy is mondjam nektek, minek is lehet, hogy fejezem ki, szülői, mi volt a címe, hatan voltunk, és tudom gyerekek, hogy ti mit csináltatok itt baján. Pont abban a korban vagytok, hogy 10-24-25, tudom, ismerek titeket, mindent tudok rólatok. Ennyit szeretnék mondani. Az már csak én rajtam múlott, hogy én még nem tettem arról, hogy megszűnjetek, mert nem szeretném az, hogy tényleg úgy érezzétek, hogy na most én megfutamodtam előletek, nem fogok. Rendben. Ja.
vicceljetek, hülyüljetek, tudom, hogy ki az irányítótok, és tudom azt, hogy miért történt, és hogyan. Nem, nem, Olga Ilda, Gyurica. Neked ilyet egy nyomozó hatóság sem küldött. Rendben, mert te nem vagy ebben érintett. A másik pedig az, hogy egy nyomozó hatóság még nekem sem adja ki ezeket a dolgokat. A harmadik pedig az, hogy igen, meg tudtam szerezni a dolgokat, hogy ki igaziból a vörös papnő. Részletekben, mozzajelekben én ezt tegnap nektek el is mondtam, ugye? Szépen normálisan. Nem támad engem senki már. Támadtak igen elején. Kiszedték belőlem azokat a dühöket, rossz indulatúságokat, mindent, amit nem kellett volna, hogy megtegyek, de megtettem, hiszen én egy harcos vagyok, egy örök harcos nő. Becsületemért megharcolok, a barátomért megharcolok, amit elvesznek tőlem, megharcolok, de attól függ, hogy miért és kiért harcoljak még pluszban ebben az életben, az hagyd döntsem el én. Erkölcsöm, én megharcoltam, nem hiszem, hogy tudtok csorbát ültetni az életembe, én még nem voltam soha büntetve, én egy olyan állampolgár vagyok, aki inkább a szegénységet választotta, mint hogy belekerültem volna bármilyen mafia helyzetekbe. Rendben, ezt szeretném mondani. Nem vettem fel hiteleket, nem vettem fel kölcsönöket, nem tettem tönkre egy embert sem ebben az életben. Nem vagyok arra vágyó, hogy én nekem most 13 milliós kocsim legyen, meg ilyenek, meg arany kastélyom, meg ilyenek. Nem, nem, nem. Én már ezen túl vagyok, gyerekek. Igen. Kevés nő mondhatja el magáról, hogy 20 évesen már ő neki mindene megvolt. Önálló dolgozó két kezéből. Tudod? Mert amikor én elkezdtem dolgozni, és akkor összegyűjtöttem a kis Audi-ra, a gépkocsimra a pénzt, az volt 260 ezer forint, az még francia licensz alapján volt, és nem vercik rohangáltak itt annó annak idején, hanem Trabant, Skoda, Zsiguli, meg ilyenek. És tudod, nekem volt a legelső Audi itt Magyarországon a kezembe. Mentem vacsra mindenhová, üzletem volt. És lakást is vettem 265 ezer forintért. De nem úgy, hogy KP-ba kifizettem, hanem havonta összesen a rezsim, a lakás, a kocsinak a törlesztő részlete és minden 3500 forint volt egybe. Gyönyörűen be volt butorozva. Volt gyerekem, férhez mentem, stb. Jó volt. Milliómos voltam. Én már voltam milliómos. És tudom, hogy milyen az, hogy boldogtalanul élni. Sokkal boldogabban élek itt én a kis tönkölt paraszt házamban most, mint ti bármilyen kacsaforgó palotában, bárhol. Mert a boldogságot, ami a szívből ered, és az, hogy én örülök egy szeretkenyérnek, vagy egy teának, vagy örülök egy tepeltőnek, vagy örülök egy kaviárnak, mert meg szoktam lenni, vagy a tatárbiszteknek, vagy finom gulyásevesnek, vagy bárminek, én mindent úgy veszek, egy rántott leves úgy veszek, gyerekek, mint hogyha egy hatalmas halászlevet ennék meg. Tudni kell, hogy kell méltóan elviselni azt, amikor az ember szegényebb. Értitek? Hogy ez miért történt így? Hát, azt majd leírom egy könyvbe egyszer. Ennyi. És hogyha így megállja az ember a helyét, mint hogy én megálltam ebben az életben, és megállom, akkor nincs mit mondani. Így van. Annyi aranyom volt, annyi fuszom volt, hogy azt sem tudtam, hogy kinek dobáljam oda. Nagyon sok pénzem volt, és nagyon jó sok ideig is tudtam belőle gazdálkodni. Igen. Mert hogyha mondjuk 2,5 évesen hal meg a gyermekednek a apja, már mint hogy a gyerekem 2,5 volt, és azóta ugye őt nevelnem kellett, igaz, hogy szegény körülmények között, és nagyon be kellett osztani meg minden meg, stb. Én azt mondom, hogy
le a kalappal. Én azért elmentem almát szedni, elmentem utcát söpörni, elmentem mindenhová, mindennek tettem, takarítani, ápolni, minden. Nem volt büdös a munka, és a vendéglátónál is dolgoztam. Ha kellett, akkor mosogattam a főiskolámmal. Miért ne? Ugyanazt a fizetést megkaptam, mint egy charvinger, mármint egy felszolgáló. Felszolgáló egész nap rohangált, ugye? De néha én is kirohantam segíteni, felszolgálni, hogyha úgy, ugye, jöttek, mit tudom én, összesen 40-en hirtelenben, akkor én is ott voltam a toppon, sőt a pizzériában is mindenhol. És azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó feladat volt, ugye, hogy én ott takarítottam, mosogattam bent a konyhán, annyi mindent ettem, ittam, kiültem, nyugodtan lehetett enni, dohányoznom, minden. És nagyon meg voltam becsülve, mert én olyan rendet raktam az étterembe, hogy már egy palota volt az étterem, gyerekek. És ott egy port nem vettél vissza, sem az ablakon, sem a pulton, sehol, tehát olyan gyönyörű rend volt, igen. Köszönöm szépen, gondolkodom azon, hogy talán majd lilára festem, tehát ilyen violetta színre, ibolyas színűre, és olyan kicsi kis szépségben van ez majd az arcom, remélem. Ja, megváltozom. Szép leszek. Mert egy tili-tili lány, ilyen tili-tili lánynak a diszkóba a helye. Alig várom, mert tényleg, hogy diszkó legyen, minden legyen, ne tudjátok meg, hogy én már tényleg tavaly is, ugye a műtét miatt nem tudtam elmenni sehová, idén meg már nem tudtam elmenni, mert volt ugye a Covid, a másik pedig az, hogy a barátomban esete, és ennyi, most megint Covid. Na. Ez paróka. Persze. Ja. De van még barna, szőke, fekete, vörös, mindenfajta van. Nekem már nagyon hosszú évek óta vannak, igen. És az, ami felterjeng a YouTube-on, hogy na, ma Halloween van, az már nekem 4 éves vagy 5 éves parókáim, tehát. Nem az irénkétől lestem le én ezeket, hanem ő leste rólam. Lesz, persze, lesz. Meg fogom oldani, nyugodjatok meg. Jó Isten segítségével. Ha túléljük ezt a Covidot, akkor megoldjuk, jó? Ugye spóroljátok a pénzeteket össze. Ha mindenki csak egy valamennyi minimális összeggel száll csak be azra, hogy tényleg legyen egy jó műsor, ami, mit tudom én, tart egy ideig, mert nagyon drága a bérlés. A szervezőket, azokat keresném magam mellé, minél többen gyertek, táncolni, énekelni, szavalni, stb. Csináljuk újra a délbári monatosot, jó, beindítjuk. Rendben? Oké. Nincs kifestve a körmöm, most le van szedve a lak. Na, ma még ugye favágás volt, kertrakás. Igen, nincsen, és hát fűtök. Megnézitek, hogy fűtök? Egy nagy, ilyen régi paraszt kályha, hát, vagy nem tudom, minek mondják ezt, anyu úgy mondja, hogy masina. És akkor annak van sütő része, platnyi része, ott lehet ugye melegíteni a vizet, ott alul megy a... És nagyon-nagyon meleg van, gyerekek a 80 négyzetmétert bemelegíti. Igen, kb. Ez olyan 80-82 négyzetméteres ingatlan, mármint lakás, és akkor kint még van egy 25 négyzetméteres kisház. Ja. Nem udált, de hogy utánozom én nem. Ő utánoz engem. Igen. A műsoromban, ha végig megnézitek, azért lehet látni. Na, mindegy. Irénkét utánozom, vagy ő engem, teljesen mindegy, hagyjátok békén. Irénkét és engem is, jó? Ha nem vagytok kedvesek, és ha nem fogadtok el minket így, ahogy vagyunk, vagy engem, akkor ne lehet kocsolni innét, jó? Köszönöm szépen. Rendben van. Köszönöm szépen.
mikor lehet tapusztikálva. Igen. Ez a Jászmint Szantika, ez tegnap is írogatott ide nekem. Ilyeneken, te, hogy miért szokott erre rá, hogy így írogat, így, nem tudom. Biztos, hogy hiányzik neki egy jó nagy bráner a szájából. Kell? Igen? Na. És szerintem letiltom őt, mert ne irritáljon nekem a szép napokat. Igen, szép estieimet. Szia, csá! Na. Így is igaz, az én mosolyom az mindent visz. Így mosolyogni senki nem tud. Lenuto, édesem, hogy vagytok? Hi, I am Violetta. Sparhet. Jó van, szívem. De hát most újonnan nézte, menjet ez valami 250 ezer forint, gyerekek. Nem piti három. Ja. Köszönöm. Ja. Hát persze, hogy megviselődik az ember az ilyen nagy támadás után, amit velem ezek tettek, és emberekkel kellett szembeszállnom. Nem a kamu Facebookokkal csak. És annyi kamu Facebookon volt, hogy az Irént azt már halálba idegesítették ellene, akkor ezt a Lakatos Ibit is teljes mértékig, Lakatos Matiltot is teljes mértékig kinyúvasztották meg mindenkit. És annyi barátomnak készült a Facebookja, hogy azt sem tudom már, hogy melyik az eredeti, melyik nem. És elkezdtem őket tiltani szegénykéimet, vissza se tudom őket jelölni. Mert nincs rajta az a funkció, hogy vissza tudjam őket jelölni. Ja, bilidárézzunk, mulassatok. Na, írjatok még valami szépeket, de csúnyákat nem kérek, mert lefoglaltiteket tiltani, aztán küzdhettek a következő Facebook oldalatokért. Jó? Nem, de szokjatok már erről a dologról. Irénke azóta sztárolódott be, mikor én besztároltam, és meg körülbelül 3 hónapja, mióta megtámadtam. De állandó jelleggel engem beszél ki. Igen. Ja. Na, Irénke, elénekelhetné az, hogy nem bírok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek. Pévi lett a hagyom békénet. Elénekelhetné. Te el fogom őt béke hagyni. Hajta remény, hajta vágy. Hogy idegesítsem, és minden jobban csinálja, és minden nagyobb sztár legyen. Hiszen az a jó nekem. Ja, hogy legyek büszke rá? Melyik a legjobb érzés, amikor a tanítványod nagyon nagy sikereket ír el. Beírjuk magunkat a Guinness Record könyvébe. Igen. Jaj. Nem tudom. Rambada az most ne jöjjön, jó? Kérjetek valami ilyenséget, Bepást. Rendben? Inkább így beszélgetni szeretek én, mint énekelni, hiszen műsorvezető vagyok, műsorvezetőként nyertem. Nem énekesként. Igen. Én a világ legjobb műsorvezetője vagyok. Olyan kategóriában, ami egy hirtelen kategória lett, és ott én vagyok az első, és a nagy győztes. Tehát nem lehet elutánozni, az a baj. Igen. Parodizálnak nagyon sokan engem, nagyon sok helyen, nagyon sok diszkóban, és nagyon-nagyon sok külföldi bárokban, és mindenhol. Igen.
Ez az jó érzés. Persze. Szeretek ülni, és ugye küldtem a Mateszhoz Petinek, Vérel Jobbnak, hogy énekeljenek erre rá ezekre a dalokra, mert hiszen ők az ikletet tőlem kapják, és én azért nyomtam ezt föl. 50 éven feletti korosztály tiszteletet bennem. A 5. és a 6. X-et. De lehet azt mondani, hogy egy forró 40-es vagyok. De na, akkorra nem kell ám törődni nagyon. Nem az a fontos, hogy az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Hiába vagy 20 éves, ha már nem szeretsz élni, vagy 30. Ja. Gyönyörű ez a zene, de Denis Lussostól van egy ilyen szép zene, majd még ezt akarom elénekelni, szöveg is ugye rajta van. Parokán van, igen. De ha nem hiszed el, akkor ezt most rögtön mai napon ekkorára nő. Bevettem egy kapszulát, a Covid kapszulát, ellenanyagot, és a hajam ilyen lett. Ja. Na, ezt elveszem, elmegyek odérben kicsit, jó? Magán ügyből hívnak. Addig is félelek. Nem akartam, hogy belejöjjön ide a hangja. Hát igen, a barátom volt, és zokog, és sír értem, és mondtam neki, ne sír, ne zokog. Lassan, majd megszokod. Nem értem. Mi van? Mivel nem vagyok tisztában, te? Bolond öreg asszony. Vagy nem tudom, ki vagy te. Ne osszad a észt. Mit írtál ide? Na jó. Többé nem jelölök ám vissza senkit, azt tudjátok, mert én nekem erre nincsen szükségem, hogy így kiosszanak engemet néhányan. Igen. És akkor mi van? Lehet, hogy most majd csak sima szervező leszek. Na. Vagy sima szövegíró. Vagy sima korepetitor. Változtathatom a szakmámat, nem? Ja. Igen. Nem vagyok kötelező mindig énekelni, szerintem. Ja. Egy műsorvezető az, hogy énekelget, szórakoztat, jól teszi. Én meg jól teszem. Nem?
Van, aki kíváncsi rá, aki pedig nem kíváncsi rá, az pedig távozzon el innen az élőlájvomból. Vagy gyere utánam, ha tudsz. Én egy győztes voltam már, nagyon-nagyon régen győztes vagyok. Ez van. Nem tudom, mit ír az újság. Szabó Adrien, te is megteheted, drágám, hogy simán elhúzol a... amit te leírtál. Rendben? Csúnya szavakat nem fogtok már tőlem hallani többé. Hiába írjátok ide le, nem vagyok hajlandó kimondani. Veszekedni sem veletek. Úgyhogy veszekedj a mamáddal. Így van. Én már nyertem hírnevet. Nekem már nem kell. A riposzt az azért azt ír, amit akar, az egy olyan újság, hogy olyat ír le, ami általánosan nem igaz. Soha sem ír igazat. Beheteti a jó népet, és akkor ugye veszik az újságokat. Köszönöm szépen, Riposzt magazin. Imádlak titeket, úgyhogy reklámozzatok csak, mert hiszen a negatívat megjegyzik az emberek, a pozitívat nem. A negatív, az jó, mert legalább reklámozva vagyok. Aha. Csináld, 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 de jót csináld. Ja. Oké, tehát csináld, csináld, de jól csináld, ő veszik neked egy bűvek pálinkát. Hajra gyere, de rózsám, gyere, imádjál is, szeress, szeress, amíg élünk. Nyáma, nyáma, nyúma, 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 nyúma. Itt érdekel, hogy ki mit mond. Ajjajjaj. Ha én ezzel foglalkoztam volna, már régen beleőrültem volna a gyerekek ebbe. Nem foglalkozom vele. Lepereg. És lepereg a szememből a könny is. És mit bánom én? Jöjjön, ami jön. Hát, hogy az ugyana. Ráérnek, nem? Nem tudok mit csinálni, gyerekek. Hát az újság az ilyen. Az újságok azok ilyenek. Van, amikor igazat írnak, van, amikor nem. Na. Miért múlik el minden, ami fél? Ki tudja, hogy visszajön-e mi? Miért múlik el minden, ami szép? Ki tudja, hogy visszajön-e mi? Két szememből lepereg a könycsepp. Várom is én, jöjjön, ami jön, nem bánom. Hazudik a nóta meg a szín. Nem biztat már engem a remény. Hazudik a pompa meg a pénz. Nem biztat már engem a remény. Meghallgatom, mit susog a szín. A te szíved már nem az enyém. Az biztos. Miért múlik el minden, ami szép? Bánom is én, jöjjön az, ami még jön. Barátomnak a szemüvege. Beimádom, mert így úgy érzem, hogy rám hagyta, és itt van velem. És hát pont nekem írik a gyönyörű szép
az ötlemenhez. Igen. Szültem a barátomtól egy kisbabát. És neki adtam Madonnának, ő neveli. Miket teszomnak. Igen. Víranya voltam, tehát víranya a Madonnának szültem. Ja. Ki tudja, hogy visszajön-e? Lepereg a szememből a könyv. Én is én bánom, ami jön. Hát nem bánom, bánom is én jöjjön, ami jön. Bánom is én, hogy mit írtam. Na, behozunk MC Haver karaoke. Rám annyira irigyek voltak gyerekek, hogy ezek már mindent kitaláltak rólam. Még azt is, hogy talán én gyártottam Magyarországot, vagy a világot. Én vagyok a teremtő Atya Isten. A végén még ezt is kitalálják, nem? Mindenről én tettek, persze. Igen. Ja. Nem elég volt, hogy ezt az irént is rám küldték, direkt olyanra esküszöm a Jóistenre rám küldték, hogy utána ő vajon itt ottam ott meg minden, és hogyha építik a karrierét fel, engem meg gyűlölnek mind a szart, magyarul megmondom, vagy nem mindenki. Igen. Ja. Nem érdekel engem egyik sem, ezek senki. Hát ki az? Kikről beszéltek itten? Na. A szememre sem jön álom. Hideg szobám állván ágyászán. Reányom, csillagokba nézek, mert az vagyok, remélve a vágyra. Ittkor nem tudja senki sem megmondani a nevem, mondom neki. De nem csak majd, ha ajkamhoz ér az ajkat, hisz volt miért, s volt kiért fülembe súgnom a mai hajnalom, hogy szeretnék nagyon, s a tókulom törni le, csókomat törni le. Ez az áldott csend, ami most körülvesz nélküle, amíg ő leleg, nevét nem tudja senki sem. Nem érdekel, hogy mit mondasz, nem érdekel, hogy mit írsz. Lerázom magamról minden szavam. Enyém most győzelem, övé most a győtlenem. A győzelem meg mindig megmarad, és a győztes lép tovább. Én már felejthetetlen vagyok,
és mindent megkapok. Ami jár nekem, nem érdekel, hogy mit írtok. A győztes én vagyok, már nagyon régen. Na hiszen, ugye a Déli Dálémon utolsó az az enyém volt, az enyém, a győztes én vagyok, nem más. Lehet tapsolni. Ne! Lehet tapsolni. Lehet gyűlölni. Lehet hinni a szennynapoknak. De semmi nem igaz belőle. A szerződésem lejárt. Mindenki az utolsó műsoromnál volt bent. Beengedtem. Nagyon sokan voltunk. Kapott egy kis műsoridőt. Örüljön neki. És örüljetek ti is, hogy megismerhettétek őt. Tessék? Igen. Sajnos Iréről megjelent egy ilyen, és sajnos Irénke az. Igen, én is láttam azt a kevéske kis pornót. Igen. És hát az arca, a keze, ugye a nyaka is ugyanaz, és itt ugye a tetoválás és minden. És nem tudom, hogy ebből mi lesz. De hát rólam is csináltak szexfilmet. Az arcom látszik, és a test más. Igen. Most ha akarod elhiszed, ha akarod, nem én vagyok. Soha még a barátommal sem rögzítettünk ilyen dolgot, sem a férjemmel, senkivel. Úgyhogy én ebben nyugodt vagyok. Esetleg, amikor táncoltam, talán előkerülhet egy mesztelen fotó, vagy nem mesztelen, hát rajta van a bugyika, a tanga, és fölötte pedig egy stóla, úgyhogy nem tudom, hogy kerül-e ilyen elő. De ahogy bejárattok engem most, valahogy ez olyan lesz, hogy se erkölcsileg, semmiféleképpen sehol nem fogok tudni, talán netenten megfelelni, de nem fogta tudni, mit csinálni. Mert nem vagytok ti győztesek. A győztes pedig én vagyok. És egy Déli Dálém mulatosó műsorvezetője győzött, az én vagyok. Kávó Lacival, ami műsorunk volt. És persze, pévéletes Kávó Laci Déli Dálém mulatosó, tehát nem csak engem kell támadni, és Kávó Laci beasszony, tehát pont elegek vagyunk hárman, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy engem nem rúgtak ki, szerződésem van március 1-től júli 31-ig. Igen. Úgyhogy tisztelt Riposzt magazin, ezért beperellek téged. Bármit is írsz még rólam. Nem igaz. Igen, a szamisítvány. Az. Soha életemben nem vállaltam volna ilyeneket, és igen, nekem lett volna, tehát mivel, hogy annyira szép emlőim lettek, bocsásson meg tényleg ez a nagy világ, mielőtt még műtöttek, nem volt semmi. Nem volt. És műtét után kifejlődött. Akkorák lettek, mint Cilié. Tehát nem úgy, hogy föl van, mit tudom én, plasztikáz, hogy valami, tehát nincs, ugye, melltartó. De akkorák lettek, hogy hatalmas nagy van, és hívtak ugye az újságba, a Playboy. Tehát, hogy elvállalom. Gyönyörűek. Ezt meg lehet nézni. Igen. Gyönyörű szépek, olyan tényleg, mint hogyha plasztikázva lenne. Annyira szép. Bizony.
Nem mondtam én ilyet, Éva, Balogh, lehet, hogy összevágták. Nem én mondtam, hanem a tisztelt nézők mondták ezt. Lehet. Lehet. Lehet, hogy szerelmes belém. Az a férfi, és teljesen meg akar kaparintani engem magának, hiszen hozzám élő. Igen. A csajszín megkinézte Balogh Lajos magának. De Balogh Lajos készül fel a boldogságra. És én is felkészülök a boldogságra, drágám, úgyhogy megnősülsz te is, én meg férhez megyek. Igen. Minden lehetséges, igen. Nem tudom. Nem tudom, hogy ki kivel van. Nem, nem, figyeljetek ide, nekem ugye nem volt, mert hát van egy olyan a gyiridáli vonatosomban, mondja a csávó, hogy ugye csak a tejzacskók. De igen, csak vannak. Szétek. És miért ne? Most még az arcomat is gyönyörű szépen helyrehozom, megyek egy botox kezelésre, már be vagyok már jelentkezve, és ingyen megcsinálják. Nagyon szép lesz, gyönyörű, sima. Úgyhogy még most fogyok, urázom egy kicsikét, hát most mai napon 6 kilométert futottam. Igen. Most pedig megyek a kutyusommal, kaptam el kutyát, megyek a kutyusommal futni. Igen. Hát minden háztartásban legyen kutyus Pesten, és tudtok kimenni a levegőre 20 óra után. Hát most már nem üresek, de hát akkor még ugye üres volt, volt csak a nagy has. Aztán ugye ott volt a műtét, és akkor utána pedig lefogytam egy nagyon-nagyon csinire, hiszen ott van a, ugye az RTL-nél a műsorban a Anikó műsorában, és akkor nagyon soványka voltam, és utána 20 kilóval több lettem. Igen. Mert végig feküdtem az egész tenet. És akkor ugye jött a tavasz, jött a koronavírus, akkor meg tényleg azt mondom, hogy disznót vágott a barátom, ott voltam nála, és végig azt a nagy finom, nagyon-nagyon finom húsokat, húsokkal, pörkölteket, pörkölteken, halászfé, és stb. Minden olyat főzött tényleg, amitől én nagyon meghisztem, úgyhogy csinált magának egy olyan nőt, amilyet ő szeret. Így van. Nem tudom, hogy hány az gyerekek. Nem tudom, de hatalmas. Mindig mondtam a nagymamámnak, a Virág nagymamámnak, édesanyja anyjának, hogy jaj, mamám, drága mamám, mikor lesz nekem ekkora, szóval majd meglátod kicsim, hogy ekkora lesz. És na tessék, és tényleg örököltem a mamikámnak a civil bimbókát. De mint gyerekek, én akkor nagyon csinos voltam, mikor voltam. Tehát, mint influencerként ugye érkeztem én is, és a többiek is, és egy olyan klassz műsor volt, és ugye mai napig is ez megy a RTL Goldon. Úgyhogy érénkem minden, ami én vagyok, mindent elvett tőlem. Persze, hogy csak beképzelni, hogy az, de én nem vagyok beképzelt, úgyhogy ténylegesen igazat mondok, hogy az vagyok. Nagy Facebook sztár, online elsiprő siker, televízió, és hát szerep és minden. Igen. Ha, 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 ha.
Tehát amikor átalakul egy fiatal hölgyből, ugye leszünk, mert tényleg egy középkorú hölgyek, akkor átalakul minden. Hiszen ott volt tényleg Cseráti Zsuzsink, milyen csinisz volt, milyen szépség. És ugye elhízott. Ott van Király Linta, az is milyen csinike volt minden. Egy valami után, ugye ő is elhízott, küzdött a kilóival. Ott van Tóth Veránk, ő már eleve ilyen jó húsiba volt, stb., de most ő lefagyott. Csini nagyon szépen. Ott van Győzike, akkor mindig szenved a kilóival. Igen. Hát ez mindig attól függ, hogy változunk. Igen. Köszönöm szépen, László Boda, te állhatsz a sorba mellé. Így van. Nem vagyok vele haragban. Igen. Tehát Király Linda is körülbelül abban a korosztályban van, amiben én. És hát ez hozta a sors neki is, nekem is. És akkor én nagyon csinos voltam tényleg a Nára Janikónak a műsorában. És ott volt ugye egy olyan valaki, akiről nem szeretnék nyilatkozni, hogy ki. Tehát azt mondta, hogy az RTL legnagyobb fejese. Aki azt mondta, hogy úristen, de csinos, de szép, és milyen rutinos, hogy megdicsert, igen. És Istenes Bencének is voltam a műsorában, 6 alkalommal a Neked Valónál. Nekem már azért van egy múltam, gyerekek. Bizony. Ja. Hát ez van, győztes lettem. És én tényleg győztem. Egy igazi műsorral. Egy igazi online televízióval. Tehát Irénke még nagyon messze van ettől. Igen. Na jó, sziasztok, puszim nektek. Leállt a műsoridőm. 20:45 van már. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és kellemes jó éjszakát kívánok. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok a live-omnál. És vigyázzatok magatokra. Áldjon az Úr titeket, tisztelt családotokra is, és nagyon-nagyon-nagyon boldogan, könnyedén vegyük fel ezeket a rossz napokat, a rossz helyzeteket. Ebben ne legyünk begyöpösödve, vagy ne depisedjünk be, hisz újszor akkor otthon a helyünk, aki pedig dolgozik, nagyon vigyázzon magára. Ne legyen senkinek semmi baj a bántódása, legyen egybe a nép, és örüljünk egymásnak, hogy létezünk. Ez én a TikTok kedvéért csináltam, és ugye vérem jó kedvéért, papnőnek a kedvéért, ez, hogy itt így felvettem farokát, érezzétek jól magatokat. Nem vagyunk haragban. Lehet, nem tudom, kicsim. Lehet, hogy jövök még később. Attól függ, milyen hangulatban leszek. Sziasztok! Eljött a gyógyszerosztás ideje, hiszen ugye gyógyszerosztás, már megfürdettem a anyucikámat. Jó, bevacsorázott, de most jönnek a gyógyszerek, úgyhogy elnézést kérek. De még ilyen egy órakor szokott ő még enni, tehát non-stopban fent vagyok, és őrzöm még az álmait is. Igen, nagyon boldogok vagyunk. Így alakította a sors és az élet. És köszönöm a mindenható atyának. Azt, hogy ti is itt vagytok velem, és ő is itt van. Igen. És hát rendeződött a barátommal minden. Sziasztok, puszi!